tegnap este egy kisebb tequila party volt nálam otthon, és az utolsó vendégek éjfél körül távoztak, én meg reggel 8-ra bementem dolgozni, úgyhogy ezért nézek ki egy picit nyúzottabban szokásosnál, de aki legény éjjel, az legyen legény nappal is. A mai videót nem terveztem be, de a barakályos videó után többen írtatok, hogy mennyibe került ez a nyaralás, és hogy biztos nagyon drága, és utazni mennyire drága, és úristen, úgyhogy arra gondoltam, hogy oké, akkor legyen. Én két dolgot szeretek nagyon, enni meg utazni, ezen kívül még van néhány másik dolog is a listán, de 14 éves húgom is nézi a csatornát, úgyhogy ezektől most tekintsünk el. Aki csak a számokért jött, annak mondom gyorsan, hogy 3000 frankból megvan az egész szakkompik, úgyhogy annyira nagyon nem is spóroltam. Ez nagyjából 800 ezer forint körülű összegnek felel meg. Itt egy picit még hideg van, menjünk be. Pedig azt hittem, hogy ebben a gyönyörű naplementében tudok a teraszon egy picit bohózkodni, de úgy néz ki, hogy a tavaszi szél nem engedélyezi ezt, úgyhogy bejöttem a nappaliba. Szóval nem akarok nagy képüsködni, és nyilván minimál bérből vagy munkanélküli segélyből ez rengeteg pénz, és nem is a felvágásról szól ez, hanem inkább tapasztalatmegosztásról. Szóval az utazásnál már csak olcsón utazni szeretek jobban. Nyilván az alapoldalakat, mint az utazómajom, vagy a Skyscanner, vagy a repjegyportál.hu oldalakat mindenki ismeri. Ezen kívül az én kedvenceim a Travel Free és a Fly for Free Europe, mindkettőnek van honlapja is, meg Facebook csoportja is, érdemes körbenézni náluk. De a legnagyobb kedvencem az a Holiday Pirates nevű oldal, és ennek a svájci megfelelője a Férien Piráten. Nem tudom, hogy csinálják, de olyan fantasztikus ajánlataik vannak mindig, hogy törzsvásárló lettem. A repényeket is innen szereztem be, a két repény oda-vissza két személyre volt 1050 frank, ami nagyjából 280 ezer forint. 10.000 kilométerért irányunként, szerintem ez teljesen rendben van. Odafelé amsterdami és hongkongi átszállással utaztunk, visszafelé pedig szingapúri és párizsi transferrel. A hosszú járatokon általában kétszeri meleg étkezést biztosítanak, itt kétféle menüből lehet általában választani, csirke plusz rizs, vagy disznó plusz tört krumpli, illetve hal plusz tört krumpli. Illetve nyilván ezen kívül vannak vegetáriánus opciók is, stb. És ez már mind benne van az árban. Hotelben 3 csillagosat foglaltam Manilában is, és Boracayon is, és inkább a helyi hotelláncok érdekeltek, és nem az, hogy a Hilton alkalmazottja milyen hattyút tud hajtogatni az ágyamra a törölközőből. Engem Ázsia érdekelt szőröstől bőröstül, és hogyha láttátok a manilai vlogot, és benne a hotelszobánkat, akkor tudjátok, hogy meg is kaptam, amiért jöttem. Manilában 5 napot töltöttünk, a többit Boracayon. A manilai hotel került 230 frankba, az körülbelül 60 ezer forint, a boracayi hotel kicsit többbe került, 300 valamennyiben, ez nagyjából 80 ezer forint. Ezek olyan foglalások voltak, amiben már benne volt a reggeli, igaz, hogy az európai gyomornak kevés örömet elt benne, és az európai gyomor alatt az ember gyomrát értem elsősorban, mert én összezabáltam mindent, amit csak lehetett, és hál' Istennek nem lett tőle semmi bajom. És körülbelül ennyi a kötelező költség, most tartom 420 ezernél. Ja, még a reptéri transfert Boracayon kihagytam, ez volt kettőkre oda-vissza 10 ezer forint körüli összeg. Illetve a boracayi repjegyet átfoglaltam néhány nappal korábbra, amikor Manilában rájöttünk, hogy 5 nap erre bőven elég, és hogy nézzük akkor körbe inkább Boracayon tovább. Ennek az átfoglalása volt egy olyan 100 frankos díj, ami nagyjából 27 ezer forint. Ezen kívül a fennmaradó összeg az mind éttermekre ment el, szuvenírekre, hajókázásra, szóval szintiszta flancolásra. Nekem nagyon fontosak az élmények, ezekből töltődöm. Nem igazán van számomra jelentősége annak, hogy van-e ingatlan a nevemen, vagy van-e autó a nevemen. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek úgy kell élnie, mint ahogy én élek, csak megmutatom, hogy én hogy csinálom. Mindenki különböző, teljesen más a prioritásaink, és ez szerintem teljesen rendben van így. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember lássa, hogy milyen a világ másút, és nem muszáj egyből a föld másik felére elkódorogni. Pár ezer forintért már lehet venni szinte bárhova egyet Európában, és az nem egy akkora óriási befektetés, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy utazzatok minél többet, és lássátok, hogy milyen gyönyörű helyen élünk. Na hát ennyi az annyi mára, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy egy picit inspirálódtatok, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!